Oszkárral, mert hogy a vonalban itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Szervusz! Hát itt a Zolinak a Zolival folytatott beszélgetésbe elvitte az egyik hangsúlyt a Mika kitermelés és a gyerekmunka, ami hát ugye az olyan rabszolgamunka, meg gyerekmunka, az sajnos jellemző több helyre, így Madagaszkárra is. Na de nézzük, hogy politikailag hol van a palettán, illetve mit lehet róla tudni? Ugye. Egy nagyon-nagyon szegény országról beszélgetünk, tehát amilyen jó helyen van, amennyi ásványkincsen rendelkezik, ugye a leghosszabb partszakasszal rendelkező afrikai ország, ami jelenthetne turizmust és hajó kikötési központot is az indiai óceának ebben a csücskében, most mindez egyelőre nem vált valóra. És így aztán, hogy a 25 milliós lakosság 80%-a tényleg $2 per nap összegből vagy az alatt él meg, így elképesztő politikai instabilitás, nehézségek, és hát a nagyhatalmi diplomáció intenzív jelenléte jellemző. Nem olyan régen volt egy katonai puccs az országban, 2009-ben indult el ez a puccs, ahol alapvetően az előző elnök ellen szervezkedett, az előző államfő ellen szervezkedett az akkori városi polgármester, aki alig járt 20-as évei végén. Legkülönbözőbb megmozdulások sikere végül oda vezetett, hogy egy katonai segítsége elmozdították az akkori elnököt, és egy átmeneti hatóság végül nagy nehezen nagyon nagy afrikai nyomásra, és innen látszik azért, hogy az afrikai országok is nagyon összetartanak, tehát Madagaszkár hiába sziget, hiába van a partoktól azért relatív messzire, igenis itt a déli országok Dél-Afrikával az élükön annyi nyomást gyakoroltak Madagaszkárra, hogy végül az átmeneti hatóság az évek múltán de kiírt egy új választást. Most ezt végül nem az az ember nyerte meg, aki az egész forradalmat elindította, viszont ő nyert most 2019-ben. Tehát így szépen lassan az ország egy nagyon fiatal, nagyon karakán, ifjú madagaszkári kezébe került, aki kifejezetten a gazdasági megújítás mellett teszi le a voksát. És itt muszáj, hogy behozzak egy párhuzamot, mert valahol Ruanda Kagameja is egy hasonló útvonalon indult el, hogy az ország ki van putolva, gazdaságilag szép fejlődik, ugye úgy szoktak fogalmazni, hogy az egyik világító torony az afrikai kontinensen. Hát cserébe viszont a szólásszabadság és a sajtószabadság az hát finoman szóval nem töretlen. Tehát Ruanda is elég rosszul áll a Freedom House-nál, nem szabad országként van nyilvántartva, és ezzel vádolják a mostani elnököt, hogy gyakorlatilag efelé hajtja az országot, hogy ő maga, de ugyanúgy, mint mondjuk az éppen most Oroszországban megtörtént, a elnöki mandátum limitet valószínűleg el akarná törölni, meg akarná tartani a hatalmat, és a gazdasági eredmények árán megtartani a befolyását. Úgyhogy ez a belpolitikai szituáció, iszonyú nehéz kérdés, hogy most ez mindenképp trade-offban van egymással, vagy szegény az ország, vagy autokrácia. Meglepő módon hivatkoznak itt közép-európai vezetőkre is a helyi francia nyelvű sajtóban. Tehát egész izgalmas olvasmány most ez Madagaszkár kapcsán. Ugye az Egyesült Államok is, ahogy korábban a franciák, azért ez egy stratégiai fontosságú sziget. Az Indiai óceánon a legközelebb eső sziget a kínai partokhoz, tehát az első potenciális kikötési pont, tehát ide a kínai együtt egyévezett kezdeményezésben is egy kiemelt helyet kapott, bár túl sok beruházás ehhez képest nem történt. Az amerikaiakkal még a 70-es évek végén egyébként összevesztek, amikor Ratsi Raka elnök végül úgy döntött, hogy a NASA-nak az egyik állomását, ami a szigeten volt, azt ellehetetleníti, és mellesleg két olajtársaságot is gyorsan államosított magának. Egyébként a mai napig van egy nagyon komoly olajemezője az országnak. És India másik, aki szemet vetett a szigetre, és itt látszik az indiai-kínai versenyzés, tehát az indiai óceánon valóban ez egy olyan pont, amit mindenki szeretne magának tudni, úgyhogy India már létre is hozott egy olyan alapvetően parti jellegű és onnan működő radarállomást, felderítő állomást, mint amit egyébként Mauritiuson is korábban megcsináltak. Tehát úgy szépen lassan mindenki teszegeti le, ugye, mint a rizikóban a különböző színes bábukat. Ez még nem robban be, de látható, hogy egyre több szín van.
ami egy ilyen nagyon klasszikus példa az ország kapcsán a nemzetközi befolyásra, ez a kínai kísérlet. Ugye arról beszéltünk már a Afrika keleti részén fekvő parti országok kapcsán, hogy mekkora az illegális halászat. Ugye a legszerényebb becslések is azt mondják, hogy a halászat 25%-a az egész biztosan illegális ezeken a területeken, mély vízben, parti vizekben egyaránt. Ez Madagaszkárt különösen érinti, tehát itt kifejezetten sokan élnek, érthető okokból ebből. Ugye egyébként egy nagyon színes etnikai térképpel rendelkezik, tehát a sziget közepén lévő hegyi emberek azok, akik alapvetően a legtöbben vannak, de hát ez is egy 20-valahány százalékos relatív többség, és a partszakaszokon nagyon sokféle nép és nyelvjárás érdekel. Tehát a halászat meghatározó fontosságú, és egyszer csak 2018-ban bejelentették, hogy 2,7 milliárd dollár értékben fog egy egyébként addig alig ismert nevű kínai vállalat befektetni a madagaszkári halászatba. Ez akkor a 11 plusz milliárdos éves GDP országnak, tehát majdnem a 15-20%-át kitette volna ez a befektetés. Szépséghiba volt, hogy sem a halászati miniszter nem hallott róla, sem senki más, amikor ezt bejelentették, hogy egy ilyen megállapodás születik. Úgyhogy hát óriás mozgulódás indult el, hogy mi lesz itt, a több száz hajó mekkora méretű lehet, amit ígért ez a befektetés. És szépen lassan kiderült, hogy egyébként a akkor kifutó félben lévő egyik politikai vezető kísérletezhetett ezzel, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát nem indult el ez a kék óceán beruházás, maguk a halászok pedig ennek ellenére azért elképesztő módon szenvednek a nagy nemzetközi halászati flották miatt, amelyek egyáltalán nem csak kínaiak, hanem mindenféle más, többek között uniós zászló alatt is ott hajóznak. Tehát nagyjából az elmúlt 20 évben két évtized alatt felére esett vissza a hivatalos számok szerint a kifogható halak száma. Az EU-nak ugyanúgy 2015-18-ra is volt, ahogy aztán megújították a halászati kvóta egyezményt. Ez ugye nyilván a magyar sajtónak egy kevéssé izgalmas történet, hogy az EU hogyan halászik. Hivatalosan a halászati politikánk ilyen típusú, tehát harmadik országokkal kötött célja, az pont a fenntartható halászat biztosítása lenne. Uh-huh. Csak hogy ez, mert nem fog senkit meglepni, kritika szerint nem a legteljesebben érvényesülő célkitűzés ennek a policy-nek. Tehát ez a Common Fisheries Policy, itt is több millió eurót költött el Madagaszkárban, részben kötelezve ezt a költést, címkézve, hogy mely részét kötelező, és ez majdnem a fele a különböző madagaszkári halászati megoldások fejlesztésére fordítani. Úgyhogy most ezt megújították, de nagyon elégedetlen a madagaszkári oldal ezzel kapcsolatban, mert úgy érzik, hogy kevesebb pénzt kapnak több hal eladásáért, miközben mondjuk a Seychelles-szigeteknek meg egészen jól sikerült ez az alkúja. Tehát hogy itt is megy a hasonlítgatás, és ez tényleg érdekes, amire nem is figyelnénk, hogy Madagaszkár meg a Seychelles-szigetek azt nézi, hogy kinek sikerült jobban az EU-val a halászati megállapodás. Tehát azért igenis van itt nemzetközi ereje az EU-nak, lehetne nemzetközi példamutatás. Hát ennek a kikényszeríthetősége helyi szinten viszont katasztrofális. Szerintetek hány napot ment hivatalosan a madagaszkári parti őrség azért, hogy ellenőrizzen különböző halászhajókat? Hány napot tudott kihajózni egy év alatt? Hát ez valami nagyon kis szám lesz. ez a 30-nál megáll. Tehát az év kevesebb, mint 10%-ában hajózott ki ez a parti őrségnek a kis hajója. Két hajóból egy működik, és hát ez innentől kezdve, hogy a helyi halászok, akik nyilván egyébként politikailag egy fontos szavazó tábor lehet, hogy érzik azt, hogy de főleg a garnélákat, hogy hívják ezt éppen, ez a földi seprés, tehát amikor a hálót tényleg végighúzzák a tengerfenéken, hát ez teljesen tönkreteszi ott a helyi halászati lehetőségeket hosszú évekre. Na most ezzel nem nagyon tudnak így, egyszerűen nincs mivel mit kezdeni. Tehát ez ugyanúgy, mint ahogy nézegettük a Szahara körüli országokat, hogy azt a határszakaszt ellenőrizni, az még az USA-nak is nagyon kemény kihívás lenne drónokkal, meg mindennel abban a környezetben. Na most ekkora partszakasz, tehát itt egy több mint 1 millió négyzetkilométeres vízi kizárólagos gazdasági zónáról beszélgetünk. Uh-huh. Tehát ez a szinte lehetetlen kategória. Úgyhogy hát ezekkel küzd ahhoz, hogy a politikai stabilitás irányába a belső gazdaságot kicsit meg tudja erősíteni. Szerencsére van regionális érdeke mellett,
Amúgy pedig hát most már India is becsatlakozott a regionális és nagyhatalmi küzdelembe. Úgyhogy nagyon izgalmas, szép helyen fejezzük be ezt az afrikai túrát. Oké, köszönjük szépen. Hát nagyon köszönjük. Azt hiszem, többet hallottunk most tőled, mint az elmúlt pár évben Madagaszkárról, mert eléggé csak szorványosan érnek ide az információk, úgyhogy köszi, érte. Örülök neki, és hát akkor folytassuk izgalmas területeken. Oké, jó munkát, szép napot, szia! Nektek is hallgatok, meg is szervusztok! Feledi Botonddal futottunk még egy kört Madagaszkárt, illetően Feledi Botond külpolitikai szakértőnk, és ezzel akkor gyakorlatilag, ugye, ahogy azt már hát igen, még egy körünk lesz egy összefoglaló az adóparadicsomokról, igen. És akkor egy ilyen teljes afrikai politikai képet is kapunk majd Botontól, és akkor majd Afrika után tovább lépünk adóvilágrovatunkban. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.